Sziasztok! A múltkori videót szeretném folytatni, azaz a Linuxos tévhitekről fogunk beszélni. Amit már nagyjából megbeszéltünk, hogy a legtöbb tévhit ellenérv és vélemény abba gyökeredzik, hogy ősi, régi, 20, 25, 15, akárhány éves tapasztalat, vagy annak a tapasztalatnak a hiányából adodik. A Linux az elmúlt 10-15 évve igencsak sokat fejlődött. Akik azt sújkolják, hogy hát bizony csak terminálba, csak így, csak úgy nincs hardware támogatás, azok bizony soha nem használtak rendesen Linuxot, nem értenek hozzá, és igazából egy zsigeri ellenérzést támasztanak a Linuxosok felé. Akár a telepítés, akár a beállítás nagyon egyszerű, és nem kell hozzá terminál. De van egy nagyon nagy ellenérv, amiben van igazság, de nem úgy, ahogy ők gondolják, az, hogy a Linuxot sok esetben, a programokat sok esetben úgy tudjátok beállítani rendesen, azaz jól testre szabva, ha ti szöveges fájlokat szerkeszthetek, ez teljesen igaz. De nem vagy ráutalva, nem vagy rá kényszerítve arra, hogy szöveges fájlokat szerkesz. Ez egy lehetőség. Ezzel a lehetőséggel az én véleményem szerint élni kell, hiszen egy beállító fájl, amit te pontosan testre tudsz szabni, hiszen több videóban láttátok azt, hogy én hogyan szabok testre egy-egy programot pár sor beírásával, pár ilyen-olyan érték megváltoztatásával, azt nagyon kényelmesen meg tudjátok tenni, hiszen elején elkezded, szépen végigmész az összes beállításon, és egy olyan értékekkel, olyan beállítási gondolatokkal rendelkező programot, felületet, vagy akármit, amit beállítottál, kapsz, úgy fog működni, ahogy te beállítottad. A sok szöveges fáj, konfigurációs fájnak megvan a értelme. Nem azért találták azt ki, hogy a kezdőket szivassák, és az is igaz, és ezt nagyon-nagyon komolyan vegyétek, hogy egy nagy felület, egy nagy ablakkezelő rendszer, egy asztali környezet, amilyen jól elismert KDE, GNOME, CINNAMON, MATE, egyebek, vagy akár még emlegetjük az xfc t is, vagy talán-talán még a legkisebbek egyikét az Openbox-ot is, hogy bizony ahhoz nem kötelező számodra feltétlenül szöveges fájlokat szerkeszni. A nagyoknál igazából nem is kell. Nem is mindig van rá lehetőség. Azaz, hogyha te úgy választod meg az asztali felületet, környezetet, erről majd később lesz szó, bizony, akkor neked hozzá sem kell nyúlni a konfigurációs fájlokhoz soha. Én, ha úgy nagyon-nagyon belegondolok, igazából az utóbbi 4-5-6 évve kezdtem el ezeket a konfigurációs fájlokat szerkeszteni odáig. Odáig kettő darab olyan fájt kellettem szerkeszteni, amire hát más megoldásom nem volt. Ez pedig az egyik videómban bemutatott BAS, illetve ZSH-nak a beállító fájla, a másik pedig a Kronnak, tehát az időzítőnek a beállító állománya. Ehhez én nem találtam kész olyan grafikus programot, ami megfelelt volna nekem. És ez se teljesen igaz, mert ahogy utólag kiderült a Kron beállításához, több grafikus felületű beállító program is létezik, és azt is lehet használni. Azaz, hogy sok a szöveges konfigurációs fáj, azokat kell beállítani, az igaz, de nem kötelező. Az esetek nagyon-nagyon nagy részében a legtöbb asztali felület, asztali környezetnél hozzá sem kell nyúlnod. Nagyon egyszerű példát szeretnék mondani. A legtöbb asztali környezetben, amit te fel tudsz tenni, a gyors billentyűk beállítása grafikus felületen történik van olyan program, ami nem ahhoz a felülethez készült, de nagyon jó és egy univerzális, ott te szöveges fájlok -ok szerkesztésével, azaz megadod, hogy milyen billentyű kombinációval, mit szeretnél indítani, azaz iszonyat bonyolult feltételek mellett, kényelmesen, gyorsan tudjátok beállítani, nézzetek meg ezzel kapcsolatos videókat, és a Háttérbe mutogatott itt-ott dolgokat próbáljátok ki. Nem vesztetek semmit, és ráéreztek arra, hogy egy egyszerű szövegfájl, ami esetlegesen nagyon bonyolultnak tűnik első látása, az jól látható és kényelmes. Azaz igaz az állítás, hogy sok a szöveges fájl, ami beállít ezt, azt, amaszt, de az esetek nagy részében egy átlagfelhasználó nem azokat használja, de van rá lehetőség azokat is beállítani. Azaz megint a szabad szoftver. Elvét követi sok esetben a linuxos beállítás, van grafikus is, és van kézi beállítás is. És kényelmes, és gyors, és hatékony az, ami neked megfelel. A legtöbb beállítást, Természetesen ismétlen meg tudod tenni grafikus felületen, kényelmesen, csúszkák, beírások, bepipálások alkalmával, és nem lesz vele semmi gond. Azaz nem kell, nem kell rögvest elhinni azt, hogyha te valamit beszeretnél állítani, akkor szöveges, bonyolult, összetett fájlokat kell különböző varázsos kombinációkkal beállítani, hanem legyetek szívesek nézni az interneten, és nézzétek meg, például az, amivel én most szerkeztem ezt a videót, vagy felveszem ezt a videót, vagy vágom a videót, vagy a renderelem, ahhoz egyetlen egy szöveges fajt nem kellett szerkeszteni, megvan a saját beállító panelja, és kényelmesen, uri módon mindent be tudtam állítani. Azaz, miért szerkeszt egy átlagos, mindén Mezei felhasználó ilyen fájlokat, mert kényelmes, átlátható és egyszerű. Ha megvan az a minimális tudás, és azt el tudod olvasni a leírásokat, és utána be tudod állítani, de nem kötelező. Azaz, nehogy elhidd ismétlen megint, hogyha te Linuxot felteszel, akkor csak és kizárólag bonyolult, összetett, Átláthatatlan szöveges fájlokba kell ezt turkálni. Ez így nettó hazugság. A legtöbb programnál nincs ilyen probléma. Lépjünk is tovább. Azt hiszem, ezt túl is beszéltük. A következő gondolat, ami engem nagyon-nagyon bosszant, hogy nincs szoftver, nincs normális grafikus és kényelmes szoftver a Linuxra. Hát ez teljesen baromság. Én az elmúlt 13 évben nagyon-nagyon nagy részben, 99,9%-ba Linuxot használtam. Mindent meg tudtam oldani. A szoftver kínálatot állandóan felhozzák. Pontosan az egyik nap olvastam egy angol fórumon egy olyan megjegyzés, hogy nincs Linux alá szoftver. Hát én oké. Okay, Oké, okay, egy kicsit elfogult vagyok, mondtam is, hogy szubjektív gondolkodással, szubjektív véleményt fogok elmondani, de azért legyünk őszinték, aki látott már, vagy esetleg már használt is Linuxot, akár a Linux mintet, akár az általam emlegetett Arch Linuxot, vagy Manjaro-t, MX Linuxot, debian ha fölmegy egy oldalra, én megnézzük, hogy milyen szoftver kínálat van, vagy megnézi annak a telepítését, és esetleg a beállításáról videókat, mit lát, millió plusz egy szoftver van mindenre. Azaz meg fogod találni nagyon-nagyon jó eséllyel azt az alkalmazást, amivel te tudsz dolgozni, meg tudod nézni a filmeket, levelezni tudsz. Azaz az esetek 99%-ában kész, nagyon jó szoftverkínálatot fogsz kapni. Oké. Okay. Ez egy elgondolás, hogy nincs. Mert hát igazából normális ember, legyünk őszintén, nem hiszi el. Megnézi a Flatpaknak egy csomagkezelési, univerzális csomagkezelési, vagy az AppImage-nek az oldalát, és látja, hogy bocsi, százszám vannak ott a jobbnál jobb szoftverek. Megnézi egy telepített Linux rendszernek a szoftver kínálatát mondjuk a szoftver telepítő eszközének a kínálatát, és rájön, hogy itt rengeteg szoftver található. Oké, megbeszéltük, hogy van, és sok van. Nézzük is meg a másik ilyen szoftverrel kapcsolatos ellenérvet. Mások. Hát ezt már körbejártuk egyértelmű, egy Linuxos szoftver, vagy ugyanolyan, például a LibreOffice, amiben éppen én ezt a szöveget, amit elmondok nektek, megszerkesztettem, vázlatpontok szerint, pontosan ugyanúgy néz ki Windows és Linux alatt is. Van, ami ugyanúgy néz ki, és van, ami más. Van, aminek még a neve is, és a használata is más. Miért? Mert nem egy Windows klont készítettek, azaz nem lemásolták, ellopták az ottani dolgokat, hanem nyilvánvalóan Unix-szerű szerkezetben, Unix felépítés mellett annak ahhoz hasonlóan készítették el a Linuxot, azaz nehogy már azt várjuk, hogy olyan legyen, mint a Macintosos szoftverek, vagy olyanok legyenek kinézetre használatra, mint a Windowsos szoftverek. Más rendszer, más szoftverek vannak. Meg lehet találni, és valjuk be. Őszintén egy Inkscape, egy GIMP, egy LibreOffice, vagy 101, akármi, például a KDN Live, amivel én most vágok, az ugyanúgy néz ki a legtöbb operációs rendszeren. Azaz, az, hogy más, az egy természetes dolog. Ezt el kell fogadni, hiszen megbeszéltük, nem egy Windows klont kapunk, hanem egy különálló, önálló, önállóan fejlődött, külön. Fejlődési ágat képviselő, igencsak jó kis operációs rendszer, és annak a szoftver kínálatát fogjuk megkapni. Ami mm, igazából igaz is, és ez egy kicsit olyan, hogy bizony ezek a szoftverek mások. Egyértelmű. Ehhez még hozzá szokták tenni, hogy rosszabb. Na hát ez az, ami nekem egy kicsit olyan rosszul esik. Ez nem igaz. A Linuxos szoftverek nem rosszabbak. Most tekintsük el attól, hogy a GIMP, vagy a LibreOffice, OpenOffice, akármi, totál ugyanúgy néz ki, totál ugyanaz a két-három operációs rendszer alatt, tehát tekintsünk el. Vegyük azt, hogy van a Windows alatt például videóvágó program, és utána átjön Linuxra az emberke, és azzal találkozik, hogy neki bizony az az érzése, hogy mondjuk a KDN Live rosszabb, ocskább, vackabb, mint amit ő Windows alatt megszokott. És ezt elmondja. Teljes melbőzséggel elmondja, hogy ő bizony a Sony Vegas szokta használni Windows alatt, és a KDN Live az bizony mennyivel gagyibb, vaszkabb és rosszabb Linux alatt. Gondoljuk át, átlag felhasználónak hogyan kerül a tulajdonába? felhasználására a, mondjuk a Sony Vegas. Bemegy a Nkurba, már mármint torrent oldalra, letorrentezi a feltöltött és feltört szoftvert, és nagybőszen használja. Magyarul lefordítva, tetszik vagy nem tetszik a hallgatóknak, én kimondom, ellopott egy 200, 300, 400 dolláros szoftvert, és utána oda megy, és jártatja a száját, hogy az teljesen ingyenesen mindenki saját idejét beletéve, aki fejleszti a KDN Live-ot, leszolja. Ez így méltánytalan összehasonlítás. Azaz egy professzionális dologra, professzionális füzetős, nem olcsó, nehogy véletlenül valaki azt mondja, hogy azt mondtam, hogy nem éri meg, azok a szoftverek megérik azt a pénzt, amennyiért ott árulják, főleg ha akciósan jutok hozzá, de legyünk már egy kicsit méltányosak. Egy több százezer forintos Photoshop és egy GIMP, azért kettő különböző kaliber. A GIMP-el egy átlagos mezei felhasználó meg tud oldani mindent. Természetesen az Inkscape ingyenes, ne hasonlítsuk össze azokkal a vektorgrafikus professzionális rendszerekkel, amelyeket hát bizony jó sok pénzért lehetne megvenni csak a hacker gyerek, aki azt hiszi magáról, hogy hacker gyerek és nagy varesz kalóz, lelopja az internetről. Tetszik, nem tetszik, ha olyan szoftvert használsz, amit nem vettél meg a kipróbálási időn túl, akkor az bizony, hát bizony-bizony lopás. És ne hasonlítsuk össze nagy szájjal az interneten az ingyenes, esetleg kevesebbet tudó, vagy professzionális célra készült szoftvereket, azaz ilyen összehasonlításokba természetesen a KDN Live, amivel ezt a videót vágom, az elmarad. Miért? Mert egy projekt, amit lelkes emberek csinálnak. Miért? Mert nem hasonlítunk össze egy több százezer forintos szoftvert egy letölthető szoftverrel, meg nem ugyanaz a kalibe. Természetesen Linux alá is létezik két, három, négy olyan videóvágó, maradjunk ennél a témánál, amit ha te szeretnéd használni, odamész és leperkálod a 150-200-300 dollárt, és utána használhatod. És azok megközelítik, vagy sok esetben meg is haladják egyes, hát egyszerűbb, de fizetős Windows-os szoftvereknek a tulajdonságait. Oké, okay? tehát próbáljuk meg az azonos kategóriát összehasonlítani, így nem esünk abba a hibába, ha ezt tudjuk, hogy megnézel egy KDN Live-t, és hát jaj, hát ez sokkal egyszerűbb, mint a 400 ezer forintos esetleges, professzionális célra készült szoftver. Oké, okay? ez azt hiszem természetes. Egyértelmű. Én tudom, hogy amit az előbb elmondtam, az sok embernek nem fog tetszeni és úgy gondolja, hogy a feltölt szoftverrel össze tudja hasonlítani az akármilyen ingyenes free szoftvereket, és az méltányos, de szerintem akinek van egy kis erkölcsi érzéke, rögtön ráébred, hogy bizony a Linuxnak az is az előnye, hogy a lehető legtöbb szoftvert úgy adja, hogy az ingyenes, használható és kielégítő funkciókkal rendelkezik és nem kell neki elmenni egy torrent oldalra, vagy egy varez oldalra, lelopni onnajd a másiknak a szellemi tulajdonát, és azzal dolgozni, hiszen a legtöbb esetben ingyenesen hozzáférünk a legjobb, számunkra a legjobb, legkényelmesebb szoftverekhez. Azaz itt nem azzal kell lesz kezdeni, hogy végigmész a torrent oldalon, és leszedegeted azokat a szoftvereket, amik hát nem a tiedek, egy fillért nem fizettél érte, de hát azért szükségesek. És a másik oldalt is szeretném elmondani, mert ez is a szívemnek nagyon kedves, hogy aki böcsületes, és nem szeretne lopni Windows alatt, ha megveszi a Windows operációs rendszert, hát nyilván az pénzbe kerül, több, kevesebb, vagy van, akinek jár ingyenes licenc, és teljesen mindegy. Megveszi, arra is fel tud építeni egy olyan rendszert, szoftver kínálatot, ami ingyenes, free, hiszen ott is rengeteg olyan freeware, ingyenesen használható, örökre kipróbálható verziójú szoftvert tud összeszedegetni, ami neki teljesen megfelel. Azaz, aki Windows-t használ, annak se feltétlen kötelező lopnia, vagy hát ilyen félillegális egyéb helyekről összeszedegetni a dolgokat. Csak érdekességként mondom el, anó én nekem az XP, el tudjátok képzelni milyen régi, az és még három darab megvett szoftverem volt a gépemen a többi mind ingyenes volt. Megfeleltek nekem az ingyenes, free programok. Miért? Hát természetesen azért, mert az a eszközkínálat, amit egy ingyenes program ad, az bőven, bőven sok is egy átlag felhasználónak. Azaz, ezt a témát egy kicsit ejtjük, lépünk tovább. A másik, ami nagyon fontos, hogy ez nem Windows, és nem -e biztos, hogy az a szoftver, amit te Windows-on megszoktál, és a munkádhoz elengedhetetlenül fontos, az meg lesz Linux alatt. Mondjuk természetesen ez megvan akkor is a Windowsról ról Mekintosra, vagy Mekintosról Windows-ra váltasz, hiszen nem egyértelmű, hogy mind a kettő, vagy mind a három operációs rendszerre elkészül az a szoftver. Ha van olyan szoftver, ami az új, jelen esetben esetleg a Linux operációs rendszer alatt számodra nem elérhető, akkor bocsánat, ki kell mondani, hogy a Linux nem lesz jó neked. Miért? Mert az az eszköz, amivel te dolgozol, a családodnak a pénzt keresed, az nem lesz elérhető. Oké? Okay? Vagy az, amit a vállalat, akinek te dolgozol, Elvár, hogy olyan formátumba, olyan képformátumban, videóformátumban, akármibe, dokumentum küld el neki azt, amit te elkészítette, és az Linux alatt nem elérhető, akkor bocsánat, neked teljesen megvan kötve a kezed, maradsz a Windows alatt. Azt is el kell mondani, hogy sok program működik, vine. Nevű eszköz alatt. Ez egy emulátor, ami egy kis szójátékkal az a neve, hogy a vine nem emulátor. Tehát ez egy ilyen kis szójáték, de lényegtelen számukra. Nagyon sok mindent működik. Én például azt a szoftvert, amit én napi szinten használok, azt vine alatt is tudom futatni, pedig valljuk be, elég csúnya módon elkészítették meghintos alá, és elkészítették Windows alá, és kimaradt belőle a Linux mindegy portolt verzió, nem lett Linuxos verzió, így a Winenev emulátor mellett tudok azzal dolgozni. A másik lehetőség természetesen a mai gépek több virtuális gépet is tudnak hát, készíteni, működtetni a te gépeden, azaz nekem sokszor volt olyan, főleg az elején, hogy emulátorban futott valami, egy virtuális gépen, virtuálboxban, mert azt nagyon megszerettem, futott egy másik, Windows, akkor még kellettem használni windows programot, ez a 2005-2006-os évben, és mögötte ott futott a Linux. Azaz van erre lehetőség, hogyha ez a lehetőséget, hogy mondjuk napi, rövid ideig kell használnod valamit, Simán tudod virtuális gépbe is futtatni, és akkor meg is oldódott az átállás. Oké, okay, tehát szoftver kínálat kielégítő. A következő gondolatot bizony egy butaságnak tartom, és bevallom, nektek, én ezzel nem is nagyon szeretnék foglalkozni, hiszen ez is egy ősi és régi beidegződés hogyha valaki arról hall, hogy valaki másik haver ismerős átér Linuxra, rögtön azzal kezdik, hogy kernelt és programokat is neked kell fordítgatni, azaz nincsenek kész telepíthető programok. Ez mondjuk ki baromság. 2007-ben nőnap alkalmával váltottam teljes mértékre, úgyhogy alig-alig volt Windows-os kalandom, utána Azóta négyszer fordítottam kernet. Azaz a rendszer magot saját magam készítettem el. Négyszer. Ebből három. Hát próbáljuk ki. Mert olvastam, hogy kernet lehet fordítani. Egyszer pedig azért, mert Vettem egy AMD processzort, és az csak a nem stabil, tehát a fejlesztői ágú Kernel támogatta, és az bizony le kellett fordítani, ami gyakorlatilag 10 perces munka volt, és a többi elvégezte a gép. Azaz most már nem úgy indul a Windowsnak a használata, hogy te kapsz egy jó hosszú kilométer hosszú kernelt rendszermagot, és annak a forráskodját, és te neked kell beixelni, hogy milyen modulokat, hogyan használjon, mit töltsön be, mit ne töltsön be, meg egyéb, mind az őskorban, hanem az a stíl, az a lehetőség Debianon és Arch alapon, hogy ott a telepítő rendszer, grafikus programocska, és kinézi magának az ember azt a rendszer magot, ami éppen neki tetszik. Régebbi, legújabbat, hosszabb ideig támogatottat, ami neki tetszik. Ha pedig nem akar ő ebbe belemélyedni, azt hiszem az Arch Linux telepítő videóban volt mind a kettőnél, a magyar is, meg a másiknál is, egy-egy olyan kérdés, hogy ez nagyon bonyolultnak tűnik, de akinek van egy kis Linuxos gyakorlata, rögtön átlátja, hogy kettő darab kérdelt felajánlott a normál telepítésüt, vagy a hosszú távon támogatott kernel telepítse föl nekem. Tehát ilyen szinten kell neked foglalkozni a rendszer maga telepítéskor, fél percen át elgondolkodsz, hogy melyiket szeretnéd feltenni. Azaz, ez már régi, ócska, elavul dolog, hogy kertnelt, kül, muszáj fordítani már, különben neked nem lesz Linux-od. A programokkal is így van. Bár én elég sok programot szeretek magam lefordítani, meg szeretek kipróbálni ilyen kicsi, egy-két ember által fejlesztett, érdekesebb kis programot, aminél hát gyakorlatilag annyi a fordítás, a Forráskód való elkészítése a programnak, hogy felmegyek az oldalra, letöltöm az egész Zubehört, ami ott van, mármint a forráskódot, és azt a két, esetleg három, vagy négy parancsot bemásolgatom a terminálba, és Enter, 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 telepítsd, igen, és lefut, Azaz nem arról van szó, hogy neked bonyolult dolgokat kell csinálni, még akkor se, ha nincs kész csomag. De ha te ilyen -e nem akarsz foglalkozni, a normál felhasználó soha az életbe nem fog programot kézzel fordítani. Ennyi. Egy picit kitérnék, hiszen tudjátok, illetve látjátok a képen, hogy én Arch Linuxot használok, a betű. A jelképe ott bizony van hallottatok olyat, hogy az AUR, tehát a felhasználói tárolóhely, ahova mindenfajta program bekerül, és akkor az AUR-ból fordítják a programokat le. Ez nem úgy működik, hogy neked valamit fizikálisan kell csinálni, hanem vagy parancsorba megadod, hogy jaj, kötőjel S, programneve, és akkor ő letölti, lefordítja, telepíti, vagy grafikus felületen bepötyözöd, hogy ezt a programot szeretnéd telepíteni, és akkor se kell neked más csinálni, csak megadod a jelszavadat, és letölti, lefordítja, és utána nagy örömmel kéri a neked, hogy kész, mehetünk tovább. Azaz nem kell megijedni, hogyha hallasz olyat, hogy az Arch Linux alatt van olyan tároló, aminek az a neve, hogy AUR, és abból neked kell forgatni a programokat, ez nem úgy működik, mint a régi időben, hogy forráskor, különböző paraméter, meg különböző olyanokat kellett beállítani, ami hát nem átlagembernek való, tehát ezt el is kell felejteni. Normál, asztali, felhasználó soha az életbe kézzel, nem fordít le semmilyen programot. Azaz nem kell megijedni, ha ilyennel ijesztegetnek, hogy kernelfordítás, vagy egyéb ilyen szörnyűségek. Oké, okay, a mai napra ennyit terveztem, nagyjából ez is egy olyan 25-30 perces videó lett, így bizony elég sok minden maradt, ha tetszik, akkor egy hét múlva, másfél hét múlva várd a következőt, Érdemes feliratkozni a csatornára, hiszen ahogy látjátok, nem egy megadott időpontba jelentkezem, hanem amikor elkészülök, vagy igazából amikor eszembe jut valami érdekesebb téma. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!